Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Mai vendégem életútjában nagyon-nagyon fontos szerepet játszott, és következik egy felsorolás: a Forster Központ, Ibli Bicentenárium, Zsolnay Kiállítás, Csók István Emlékév, Várkert Bazár, Zsongó Bárka Egyesület, és aztán végül is megérkezett haza, otthonról hazajött, ha úgy tetszik, mégpedig a Kápolnásnyéki Halászkastély igazgatója. És mégsem erről beszélünk ma Rodi Chesterrel, örülök, hogy itt vagy velünk, szervusz, hanem egy népfőiskolai tervről, hiszen a 2006-ban létrejött Velencetavi Kistérséget Alapítvány gondozásában, segítségével és sok mindenki segítségével rövidesen megvalósul a Velencei Tónál a Kárpát-medencei Művészeti Tematikus Népfőiskola, amelynek kuratóriuma elnökét köszönhetjük benned. No, én azt hiszem, hogy amikor egy kicsit Kápolnásnyékre menjünk el, hiszen, ja, és még a Csayági Laura színpadot nem is említettem, ami egy... Ez már a népfőiskolához kapcsolódó. Van, ami abszolút kiegészíti azt a színházi milliót Fejér megyében, ami Csákvárral is bővült, a Rátonyi Róbert Színházzal, tehát egy fantasztikus kulturális és művészeti központ jött létre ezzel. És akkor még majd beszélünk arról is, hogy még a Vörösmarty Emlékház is vár ránk, és a többi. No, amikor az alapítvány megszületett, akkor már gondolhattuk, hogy Kápolnásnyék Fejér megyei központja lesz olyan kulturális eseményeknek, ami azóta nem csak terv és eshetőség volt, hanem teljes egészében megvalósult. Viszont nagyon fontos, hogy a kistérségi alapítvány, illetve az a gondolatsor, ami a művészeti népfőiskolát létrehozta, hogy jött létre? Éppen ahogy jöttem ide, azért átgondoltam, hogy mi is van mögöttünk eddig, és merre tartunk. És igazából ezt a népfőiskolai kezdeményezést egy szép almafának tudom elképzelni, amelynek a gyökerében a halászkastély és a halászkastély megújulásával, de akár kezdhetem a halászkastély eredeti létezésével is ezt a történetet, hiszen a 19. században a Kápolnásnyéki halászkastély, a Dabasi halászcsalád jóvoltából tulajdonképpen már egy kulturális központja volt a térségnek. Ők is nagyon sokat tettek azért, hogy a kultúra ott jelen legyen különböző módokon. Ők maguk is művelték, hiszen a házaspár zenélt, de nagyon sok rendezvénynek adott otthont már akkor is a kastély. És ez a gyökér, ez az egyik gyökér, ami számomra nagyon fontos, hogy mindig legyen jelen a mi munkánkban, gondolkodásunkban az, hogy miből építkezünk, hogy hol vannak a gyökerei ennek a csodálatos épületnek, és az épületben dolgozó szellemnek, amit most már azért merek bátran mondani, hogy működik, mert tényleg ez az érzésem. Tehát amit mi elkezdtünk egy pár évvel ezelőtt, hogy igényes, nagyon gondosan válogatott programok, gondosan kiválasztott vendégek, kiállítási témák jelenjenek meg az épület falain belül és kívül, vagy akár műalkotások is. Erre nagyon komoly válaszokat kaptunk, és nagyon népszerűvé vált ez a kis kulturális központunk, és most már egy komoly kis törzsközönségünk is van, egy kemény mag, akik rendszeresen visszajárnak hozzánk, és követik mindazt, amiben mi mesterkedünk, és támogatják is, tehát nagyon sok visszajelzést is kapunk, hogy jó ez az irány, ne adjuk lejjebb, ne térjünk le róla, hanem igenis tartsuk magunkat ahhoz, amit akkor én megálmodtam, vagy mi megálmodtunk. És hát ez egy nagyon jó eső érzés, és ez a gyökér, ami itt elindult, vagy amiből mi táplálkozunk, ennek most már több ága is van. Igen. Tehát megerősítés nyert, hogy jó volt az ötlet, a gondolat, és a megvalósítás nem különben. Egyébként megjelent egy hosszú írásod erről, mármint a népfőiskolai tervről, ahol egy Ady Endre idézetet mondtál, ami összefügg azzal, amit az imént említettél, hiszen ez úgy szól, hogy térjetek vissza, honnan eszeveszettül elindultatok. Igen. Tehát ez a visszatérés, én azt hiszem, hogy nagyon jól mutatkozott meg az elmúlt időszakban. Tehát még továbbra is ott tartunk, hogy a népfőiskolai terv. Tehát igen, ez egy következő lépcső mindenképpen. Mindenképpen. Igazán, hogy folytassam az előbb elkezdett gondolatot, az a
az az eredmény, amit sikerült elérnünk a Kápolnásnyéki Halászkastélyban, vagyis, hogy nem csak a helyiek, nem csak a fehérváriak, hanem országos szinten egyre többen érkeznek hozzánk azért, mert tudják, hogy ott valami olyan minőséget kapnak, amiért érdemes útra kelni. Ez indította el bennünk azt a tovább gondolást, hogy mennyire jó lenne, hogyha nem csak egy közönség számára működő kulturális központ lennénk, hanem egy kulturális műhelyé válnánk. És ez a műhely munka az, ami annak idején a névfőiskolai mozgalomban is valamilyen módon rendező elv volt, hiszen amikor 1844-ben Dániából elindult ez a mozgalom, akkor pontosan az volt a célja, hogy nem iskolai rendszeren belül, hanem valamilyen önszerveződő vagy civil aktivitás keretében próbáljunk meg a fiataloknak, a fiatal felnőtteknek igazodási pontokat, fejlődési lehetőséget, továbbképzési lehetőséget adni. És mivel a mi kastélyunknak az egyik arszpoétikája az, hogy a kortárs művészet az nem egy furcsa dolog, amit messziről fanyalogva kell nézni, hanem a mai kortárs művészek azok a jövő klasszikusai, tehát muszáj őket megbecsülnünk, a helyi értékén kezelnünk, és mindenféle módon támogatnunk. Mennyire jó lenne, hogyha azok a fiatalok, azok a gyerekek, én ugye múzeumpedagógusként megszállottam, próbálom a fiatalokat is becsalogatni a múzeumi térbe, a kiállító térbe, hogy olyan lehetőségeket teremtsünk, ahol nem csak a fiatalok tudnak képzéshez, alkotási lehetőséghez, találkozási lehetőségekhez jutni, hanem uram, bocsá, akár a pedagógusokat is próbáljuk meg oda hívni, oda vonzani, és olyan módon bevonni őket ebbe a műhely munkába, hogy lehetőséget adjunk arra, hogy megértsék azt, hogy mennyire fontos, hogy hogyan közelítenek a fiatalokhoz, és hogyan próbáljuk meg a mai modern korban is megértetni velük, hogy a művészet, az alkotás, a létrejövő műalkotásoknak az értelmezése, az egy milyen nagyszerű és milyen alapvető fontosságú dolog. Tehát rendkívüli méltóság és felelősség kísér egy ilyen kezdeményezést, és az ereje leginkább a komplexitásában rejlik. Tehát ez egy nagyon komoly stratégiai célt tűztetek ki, ennek a megvalósítása viszont számtalan lépcsőből áll. Így van. Hogy most ugye tehát ez létrejött, de melyek voltak az alapvetések? Hogy lehet ezt megkezdeni, hiszen ebben benne van a művészeti képzés, amit említettél, továbbképzés, az identitást erősítő, különböző nevelési programok, és ezt egységet kell, hogy alkosson. Így van. Hát most mindenképpen eljutottunk arra a pontra, ahol Lezsák Sándor nevét meg kell, hogy említsem, hiszen ő a névfőiskolai mozgalom újraindítója a rendszerváltoztatást követő időszakban. Lakitelek volt a központja ennek a gondolatkörnek és ennek a nagyon fontos kezdeményezésnek, aminek ugye az a lényege, hogy a lakitelki névfőiskolának vannak olyan elképzelései, szeretnének egy olyan rendszert felépíteni, amelynek keretében nagyon sok tematikus névfőiskola működik. Ilyen a miénk is, a miénk művészeti tematikus, tehát a mi működésünket meghatározza a kortárs művészetnek mindenféle válfaja. Tehát ez nem csak az alkotó művészet, ez az előadó művészet is például, amelynek egyik állomása a Csayági Laura színpad elindítása, hiszen a Csayági Laura színpad az már a népfőiskolához tartozó intézmény, tehát ez az első gyermeke a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskolának. A megnyitón így is fogalmaztam, hogy nagyon nagy szeretettel indítjuk útjára, és nagyon fogjuk figyelni minden lépését, mert hát fantasztikus, ami ott létrejött, és hála Istennek nagyon nagy örömmel fogadta a közönség is. Igen, itt csak egy közbevetés, hogy Somogyi Szilárddal érdett, tehát mindenkivel beszélgettem én ott, és Somogyi Szilárddal utoljára én Csíkszereden találkoztam, a Csiki Játékszínben rendezett, amikor Fülöp Zoltán portréját készítettük, és ő már felvetette annak a lehetőségét, hogy egy kicsit át kéne örökíteni abból, ami Csíkban, Erdélyben, Székelyföldön természetes. Tehát az a mai modern művészet, aminek ő is képviselője, tehát hogy
igazi klasszikusokból egy kicsi kortársat is belecsempészve tárja a közönség elét, az igazán befogadó helyre találhatott a csajági színpadon. Ez pontosan így van, tehát ez teljesen illik abba az elképzelésben, ahogy mi szeretnénk ezt a népfőiskolát működtetni, és ahogy a kastélyban is minden évben ugye rendezünk kortárs kiállítást, ugyanígy a Csajági Laura színpad is otthont fogadni ilyen gondolatmeneteknek, vagy kezdeményezéseknek, vagy előadásoknak. És mindenképpen kiegészíti egymást már most a kastély, és a Csajági Laura színpad működése is, kínálata is, program felfogása is más. Hát nem ugyanazt csináljuk, és ez nem véletlen. Ugye, de olvasom, hogy közben komoly kortárs gyűjteményt is szeretnétek létrehozni, de igen, megtartva a keresztény szakrális művészetet. Így ez van. A kettő összekapcsolódhat. Mások azt mondják, hogy éles ellentét van, korán sincs így. Korán sincs így, ez pontosan, ezt én is így látom. Mindez, ami a számunkra nagyon fontos, és most már lehet, hogy közhelyesen hangzik, de szerintem egyre fontosabb hangsúlyoznunk azt, hogy mennyire fontos a honismeret, a nemzet szeretete, a család fontossága, és ezek a szempontok, ezek muszáj, hogy megjelenjenek, és nem csak megjelenjenek, hanem rendezőelvként működjenek abban, ahogy mi összeállítjuk majd a programjainkat, abban, hogy milyen vendégművészeket hívunk, abban, hogy milyen gondolatiságot szeretnénk közvetíteni azokon a képzéseken, amelyeknek majd eljön az ideje, de itt akkor be kell azt mindenképpen most szúrnunk a fejlődés történetünkbe, hogy nyilvánvalóan ahhoz, hogy mi vendégül lássunk alkotókat, nekik olyan körülményeket tudjunk biztosítani, ahol műtermekben dolgozhatnak, ahol el tudjuk őket szállásolni, ahol közösségi programokat tudunk számukra nyújtani, ehhez egy hatalmas nagy építkezésre van szükségünk. Tehát infrastruktúra fejlesztés. Ez így van pontosan. Tehát azért haladunk ennyire lépésről lépésre, mert ez valóban egy nagyon hosszú és alapos és gondos folyamat kell, hogy legyen, hogy egy olyan infrastruktúrát hozzunk létre, amely valóban képes arra, hogy befogadja mindazt, amit tervezünk, amit megvalósítani szeretnénk. Értem ez alatt akár a gyűjteményt is, amit említettél, Velencei Tavi Biennálét szeretnénk majd szervezni. Az a terv, hogy azok az alkotók, akik hozzánk eljönnek vendégségbe, ők hagyjanak ott nekünk az alkotásaikból, és ezzel gazdagíthassuk majd azt a portfóliót, amit szeretnénk a nagy közönség számára is bemutathatóvá, elérhetővé tenni. Ehhez viszont kell egy csapat. És most itt az ideje, hogy, és utána folytatjuk természetesen, hogy ez egy míves kiadvány, kérem szépen. És itt van az alapító, az örökség, a kultúrpolitikai intézet, stb. De a kuratóriumot is érdemes megemlíteni, hogy ki mindenki. Ugye elnökként vagy itt jelen, de itt van velünk Gulyás Dénes, Kossuth Díjas operaénekes, Lieber Endre népzenész, a Folk Európa lemezkiadó alapítója, Pál Gábor, aki a Vasutas Zeneiskola és a Pesti Broadway Musical Stúdióból ismerszik meg, és Pető Hunor Munkácsi Díjas képzőművész. De a védnöki névsor is önmagáért beszél, hiszen Herter Anikó, Krucsainé Herter Anikó az Emmi helyettes államtitkára, Lezsák Sándorról ugye beszélgettünk, hiszen őt mindannyian ismerjük, József íróként is, és az országgyűlés alelnökként nem különben, és ráadásul a Népfőiskola mozgalomat ő hívta életre hazánkban, hála Istennek teszem hozzá. És velünk van, egy méltatlanul keveset említettük még meg, El Simon Lászlót, aki állandó vendég itt is, hiszen nem csak országgyűlési képviselőként, az Országgyűlési Kulturális Bizottságnak alelnökeként, hanem József Attila Díjas íróként, költőként is megmutatkozik. Tesseli Zoltán, a térség miniszterelnöki biztosa, országgyűlési képviselő, és Závogyán Magdolna, a Nemzeti Művelődési Intézet ügyvezetője. Tehát amikor azt mondjuk, hogy stratégia és komplexitás, ez a komplex névsor bizonyíték arra, hogy ez nagyon-nagyon komoly dolog. Tehát ez a támogatói rendszer, és mellette a társintézményeket nem sorolom fel, mert nagyon-nagyon sok van. Igen. Én azt gondolom, hogy amikor meghatároztátok a célt, akkor egy ilyen csapat kell, akik a saját szakterületükön belül iránymutatást adnak, és segítik azt. Ez pontosan így van. És akkor most folytassuk a további fontos tevékenységek
köré tartozik a pedagógus képzés, a művésztanárok képzése, az irodalmi műfordító drámaíró táborok. Mert ez mind külön-külön azt a komplexitást dicséri, amit megfogalmaztatok. Igen. Hát ezek azok a témák, amikről az imént említettem, hogy gondolkodunk róla, folyamatosan napi renden van, ezeknek a terveknek, ezeknek az elképzeléseknek az előkészítése. Egyelőre az infrastruktúra hiányában nyilván kisebb léptékben tudunk ilyen típusú programokat megvalósítani, de a tavalyi év végén a Népfőiskola már két konferenciát is szervezett, amelyeknek a témája egyrészt maga a népfőiskolai mozgalom volt, amit nem szabad nem ismerni, mert anélkül, hogy ismernénk, hogy mik is vagyunk, úgy elég nehéz jól dolgozni. Tehát a népfőiskolai mozgalomnak hatalmas hatása volt, különösen a Trianon utáni Magyarországon. Klebersberg Kuno is nagyon komolyan támogatta ezeket a kezdeményezéseket, és ugye ő mindig úgy fogalmazott, hogy kultúra nélkül nincs gazdagság, nincs gazdasági fejlődés, és hiába nagyon gazdag egy ország, hogyha nincs kultúrája, hogyha nincs benne kultúrált emberfő, akkor biztosan elszegényedik. És azt hiszem, hogy ezeket a szempontokat mindig és folyamatosan szem előtt kell tartanunk ahhoz, hogy olyan igényes, és izgalmas, és hatékony, eredményes vagy gyümölcsöző legyen mindaz, amit megvalósítunk, amilyennek most elképzeljük. A másik téma, amivel foglalkoztunk a Népfőiskola konferenciáján, az pedig a múzeumi térnek a 21. századi használata, ami megint csak nekem is személyesen szívügyem, de azt hiszem, hogy mindannyiunk számára elengedhetetlenül fontos, hogy megértsük és megtanuljuk használni ezeket a fantasztikus tereket, legyenek ezek műemlékek, vagy újonnan épült kulturális intézmények, amelyek lehetőséget, teret adnak arra, hogy egy újfajta értelmezését mutathassuk meg fiatalnak, idősnek egyaránt. Tehát az elmélet és a gyakorlat találkozni köteles. Köteles. Mindenképpen. Így van, így van. De hogyan lehet ezeket a projekteket elindítani? Van-e elegendő pénz, paripa, fegyver? Hát folyamatosan dolgozunk azon, hogy legyen. Az imént felsorolt védnöki testület is nagyon komoly erőfeszítéseket tesz azért, hogy kapjunk támogatást, és már kaptunk is, tehát nyilvánvalóan a kezdéshez, ahhoz, hogy ezeket a területeket elkezdhessük fejleszteni, muszáj, hogy támogatásból induljunk el, de minden tevékenységünket meghatároz az a biztos tudat, vagy az a gondolatiság, hogy igyekezzünk úgy kialakítani ezeket a tereket, hogy saját magunk bevételt is tudjunk majd termelni ezekből. Tehát semmiképpen nem az a cél, hogy létrehozzunk újabb épületeket, amiket majd nem tudunk fenntartani, vagy nem tudunk üzemeltetni, hanem mindenképpen az a cél, hogy olyan intézményeket, épületeket építsünk majd, amelyek bevételt is generálnak, és amelyből majd működtetni tudjuk ezeket. Tehát a másik Elsimon Lászlónak is rendszeresen megjelenő gondolata, de az én munkámnak is meghatározó eleme az, hogy a kultúra nincsen ingyen, tehát ezt egyszer is mindenkorra el kell fogadni. Hogy nincs olyan, hogy ingyen jár a múzeum, vagy ingyen jár az előadás, vagy ingyen jár egy könyv, mert hogyan is járhatna ingyen, hogyha annak a létrehozása, a művész munkája, a nyomda, a bármi egyéb, az pénzbe kerül. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezt minden lépésünkkel erősítsük, ezt a tudatot a közönségünkben is. És hogy a projekteket is említetted, hát nagyon fontos projektjeink indultak már el. Ezeknek az egyik előre haladottabb állapotban lévő ez a Csayági Laura színpad. De egy nagyon fontos projekt, ami szintén megjelenik ebben a kis füzetünkben, az a Gutenberg háznak a fejlesztése, ami egy budapesti csodálatos épület. Annak idején a Gutenberg háza a nyomdaipari dolgozóknak volt a központi épülete, és itt egy csodálatosan szép színházterem lesz az, amit romjaiból fogunk megújítani, és az a tervünk, hogy a népfőiskolai mozgalomnak egy budapesti központjává váljon. Azok a különböző művészeti együttesek, akik a népfőiskolai hálózatban fejlődnek, dolgoznak,
azok felléphessenek majd itt, és különböző művészeti ágaknak a bemutató központjává váljon ez. Úgyhogy ez is, hát ez egy csodálatos szecessziós épület a 8. kerületben, úgyhogy hát ez önmagában nekem is, ugye, mint műemlékesnek, hát egy külön öröm, hogy a halottaiból föltámad egy újabb csodálatos intézet. Nagyon fontos, amikor az épületekről, az építkezésekről és a tervekről beszélsz, mégpedig azért, mert meggyőződésem, hogy nem lehet szezonálisan kultúrát szervezni. Tehát ez 12 hónap kell, egy teljes esztendő, mégpedig azért, hogyha kitekintünk, akkor minden egyes pillanatra jusson valami kultúra, mert én tapasztalom, hogy igenis van igény a kultúrára. Tehát a találkozási lehetőségei a professzionális, illetve az amatőr, idézőjelben nagyon is az amatőr, tehát a művészetkedvelőknek számára egyrészt legyen megfizethető, nyilván ezzel nincs probléma, a másik oldalról pedig igenis olyan igényes programok kellenek januárban, mint a nyár kellős közepén, csak lásd Csajági Laura színpad, ez nyilvánvaló, hogy ez egy tavasz végétől ősz közepéig tartó időszak, amíg ott lehet valamit csinálni, de a Halászkastélyban például akár adott esetben mindig. Tehát ez benne szerepel a tervben. Mindenképpen, és most aztán különösen érezzük, hogy mennyire igény van a kultúrára, hiszen a vírushelyzet miatt nagyon összetolódtak itt a nyári programok, most nálunk is. És ennek ellenére folyamatosan az érdeklődés és a siker, mert nagyon-nagyon igénylik az emberek azt, hogy kimozdulhassanak, hogy táplálkozhassanak, hogy találkozhassanak olyan kulturális élményekkel, amelyekből aztán energiát merítve tovább léphetnek. Úgyhogy el kell, hogy mondjam, mert a szívemnek nagyon kedves esemény volt a múlt héten a Csajági Laura színpadon, ahol a Déri Népprogram országjáró alprogramja indult útjára, ez volt ott a premier nálunk, és a Nemzeti Táncegyüttes lépett fel, Zsurászki Zoltán rendező, koreográfus, és hát egy olyan elementáris, erős este volt, tapsorkán álló közönség, hosszú percekig tartó ováció, és aztán Zsurászki Zoltán az előadás után odajött hozzám, és mondta, hogy hát egyrészt őrületes volt a közönség, tehát, hogy ez valami egészen fantasztikus. Másrészt viszont az övéi is teljesen őrületesek voltak, mert ők is annyira vágytak arra, hogy végre táncolhassanak, hogy felléphessenek, hogy átadhassák az energiáikat, hogy majd tényleg egy katartikus, nagyszerű este volt. És én bízakodva várom a többi programot, annál is inkább, mert én hiszek abban, hogy nem csak a pandémia utáni közvetlen találkozás okoz ilyen nagy örömet a művészben és a művészetkedvelőben, hanem minden program, és ennek nem leszünk hiány. Eszter, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én azt ígérhetem a kedves nézőknek, és természetesen a munkatársaidnak és neked is, hogy lehetőségeink szerint ott leszünk, hiszen a Halászkastély és a Csajági Laura színpad, és majd a megépült emlékház, vagy átadott emlékház is itt van a szívünk kellős közepében. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és ha tehetik, kérem ne feledjék, Kápolnásnéken várja önöket a Halászkastély és a Csajági Laura színpad is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!